Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, a most következő videónkban pedig folytatni fogjuk a The Baby in Yellow végijátszásunkat. Ez már a harmadik rész volt, ha esetleg valakinek kimaradt volna az előző kettő, mindenféleképpen pótolja be, és akkor fogja vágni, hogy mégis mi miért történt. Brutális dolgok voltak eddig, na de ki tudja, hogy még mik lesznek itt, hogyha örültek a folytatásnak, akkor már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Ha jól tudom, ez az utolsó chapterünk, hát bízzunk abban, hogy a világ nem fog teljesen összeomlani, és mi Newty segítségével meg fogjuk menteni a démon baba elől. Ott fejeződött be az előző részünk, hogy megszereztük azt a termést, és vittük volna be, de hát jött a démon babánk, és ellopta tőlünk. Aha! Az ég eddig nagyon nem így nézett ki. Hát mondom én, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a világ el akar pusztulni, de mi meg fogjuk menteni Newty segítségével. Bízzátok csak ide. Mi ez a para? Baba? Nagyon úgy néz ki számomra, mintha el lenne átkozva, de ne is foglalkozzunk ilyenekkel. Menjünk is a laborunkba. Aha. Hát, innen már nem fogunk akkor kijutni. De nem is kell nekünk kijutnunk. Eddig nem volt szerintem ilyen sötét a játékunk. Aha. Hogy itt van már a kis termésünk. Szia Newty! Jó, ide rakom. Meg fogjuk állítani a démonbabát. Hagyd békén a barátomat, te szemétláb! Tűnj innen! Fú, Newty van, ne szórakozzál! Akkor most lilát kéne nekünk kevernünk, illetve szerintem kéket. Szóval próbálkozzunk ezekkel. Hát bízzunk benne, hogy itt kék van. Hogyha ez nem jön össze, akkor majd másik receptet is megpróbálunk. Na, sárga színű folyadékunk lett, és majd most ezt szépen megitatjuk a démonbabánkkal. Annyira bírom ezt a robotot, és most is kis csillesen locsolgatja a kis kaktuszt, meg minden. Aha, miért van a cumis üvegünkön ez a démoni szimbólum? Nem tetszik nekem, de hát itassuk meg vele, ugyanis nincsen más választásunk. Aha. Most konkrétan felerősítettük a démont a babánkban? Miért akarja a játék, hogy a démon babák erősebb legyen? Aha, nekünk itt kéne átmennünk még hozzá fel az emeletre, de sajnálatos módon nem tudunk, mivel blokkolva van, de mivel ettől a főzettől a démonbabák elkezd lángolni, szerintem a lángok segítségével... Aha! A növényzetet le tudjuk innen égetni. Hagyd minket békén, démonbaba, és viselkedjél, ugyanis bedarálunk téged. Szevasz, Newty! Szia! Nem már! Newty meg van rémülve. Ne aggódj, kedves drága robotom, ameddig engem látsz, nincsen semmi probléma. Megmentjük a világot. Mi ketten. Hogy mi itt vagyunk a démonbabánk szobájában. Eléggé be van kattanva, és eléggé haragszik ránk. Tűnjünk már innen! De lent az egyik szobában van egy ilyen démonűző cumi. Szerintem azt kéne megszereznünk, és hát hogyha
annak segítségével meg tudjuk állítani. Hirtelen jobb ötletem nincsen. De most már csak azt kéne kideríteni, hogy az a cumi mégis hol van. Vagy várjatok, minthogyha teljesen máshol lenne. Aha, méghozzá! Ebben a szobában ne ijesztegessél, és Csóri Nyúti mennyire meg van rémülve. Úgy sajnálom szegény robotunkat. Na de most felmegyünk, és megállítjuk a démon babát. Gyere csak ide, te szemét! Megmentjük tőled az egész világot, hát persze, hogy megmentjük! Ugyanis a mi kezünkben van a világnak a sorsa. Aha. És most fel tudtunk ide jönni. Itt vannak nekünk kapcsolóink. Szóval random. Ezeket így húzogassuk le. Hát, hogyha akkor fog történni valami. Hát egyelőre nem úgy néz ki, mintha bármi történt volna, de mivel azt lehúztuk így már, mintha lent maradtak volna a kapcsolók, aha. De mi ez a gömb? Lehet, hogy abban valami szuper titkos energia van, ugyanis nagyon védi a démon babánk. Ó, hogy ő csak így gondolt egyet és lerobbantotta. Oké. Teljesen normális és hétköznapi ez, hát persze. Ide erre a részre a démon babánknak nem szabad feljönnie. Ezt pedig nem szabadna kinyitnunk. Miért érzem, hogy majd ki fogjuk nyitni? Na de menjünk is le, és szedjük össze ezt a valamit, ami most leesett. Rettentő kíváncsi vagyok, hogy mi lesz egyébként a játékunknak a vége. Mivel már én úgy érzem, hogy brutálisan közel járunk a végéhez, aha! Az egy termés, ami benne van, de nem hiszem. Mivel már az összes! Helyünk, ahova tudunk olyat rakni, meg van töltve. Jó éjszakát, Léci, mondd azt, hogy nem itt ért véget a játékunk. Hogy most megöl minket, nekünk pedig az a feladatunk, hogy menekülnünk kéne előle. Na de most már csak az a kérdés, hogy mégis merre? Aha, várjatok, erre én el tudok menni. Jó. Futás, 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 futás. Nincsen semmi probléma. De Csóri Nyúti mennyire meg van ijedve. Végül is csak egy démon baba üldöz minket, aha. Ezt ide tudom rakni az ajtóba. És akkor Nyúti feldob minket ide. Jó. El kell innen menekülnünk. Nagyon is el kell minél hamarabb. Én bízok abban, hogy ennek a lila cuccosnak a segítségével, amint megszerezzük, megállítjuk majd a démonbabát véglegesen. És akkor lehet, hogy le fog záródni az egész sorozatunk. Hát hamarosan ezt ki fogjuk deríteni, aha. Itt van a gömbnek a másik része. Nagyon nem tetszik nekem Nyúti. Mintha valami nem lenne rendben vele. De hát ilyen szituációkban nem csodálom, hogy retteg. Na! Meg is van ez a gömb! Most oda kell adnunk Nyútinak. Vidd bajnok! Visszatesszük helyére, és megmentjük a világot! De ne! Megölt minket. Miután odaadtuk, szerintem egy másik úton keresztül kell mennünk. Még hozzá. Itt szépen bemegyünk, és itt is vagyunk. Szuper! Nyúti már vár minket a liftben. Jó. Meg vagyunk! Meg fogjuk állítani a spanommal közösen a démonbabát. Nézzétek csak meg! Most követnünk kell Nyútit. Nyúti! Mi van veled? Teljesen ki van merülve, és már brutálisan el van fáradva. Aksit kéne benne cserélni. Hát ilyen kalandok közepette, meg ennyi rohanás közepette. Nem csodálom, hogy elfárad. Na de most nekünk
ezt a gömböt, vissza kéne rakni oda, ahol volt. Ne már! Gyere nyúti, azaz! Szóval vissza kéne ide rakni, vagy pedig ki kéne nyitnunk ezt az ajtót. Aha, ezt nem tudjuk kinyitni vele. De Csóri nyúti így is fáradt, és most is csak folyamat harcol a démonbabánk ellen. Na de, mivel ezt ide raktuk, csak meg fogjuk már állítani végre. Nyúti, tarts ki még egy kicsit! Mindjárt az univerzum erejeit alkalmazzuk, és jó lesz ez az egész! Na ez mondjuk fájhatott neki, az tuti, de hát egy robot, vele nem lehet bírni. Na de most, a gömbünk segítségével bedaráltuk a démonbabát, azt jól láttam. Nyúti! Mi van veled? Ne csináljátok velem. Most kajakra... Nyúti meghalt. És megölte őt a démonbaba. Erre egyáltalán nem voltam felkészülve. Hát annyi közös kalandot éltünk át, és annyit segített nekünk. Hát együtt harcoltunk a démonbaba ellen. Most pedig már csak a holtestje van itt a kezemben. De miért kell ilyen szomorú befejezést csinálni ennek a játéknak? Aha! Figyelj, Nyuti! Én meg fogom bosszulni, érted? Ugyanis veled senki se szórakozzon! Vagy lehet, hogy majd meg fogjuk tudni javítani, és újjá tudjuk éleszteni, ugyanis elvég egy robotról van szó. Csak nem ment el végleg. Na várjatok, nem tudom összerakni. És ide? Nem tudom rárakni kézzel. Na de, azzal a szerszámmal, amely a leges-legelső részünkben volt szerintem, majd össze fogom tudni rakni. Hát nem érhet így véget ez az egész. És nem halhat meg Nyúti. Na de most, ezt ide tudom helyezni, és akkor ennek köszönhetően ki tudjuk nyitni ezt a kaput. Mindenhova ki van nekünk táblázva, hogy ne nyisd ki. Mi pedig mit csinálunk? Kinyitjuk, hát persze. És megjelenik itt is ez a démoni szimbólum. De most a démonbabánk meghalt, nem? Aha, meghalt, mi? Hát itt van egy portál. Ráadásul nem is egy démonbabánk van, hanem több. Ez volt szerintem a földgömbben lévő látomásunk. Ne! Mégis miért hoztad ide? Megjelenik! Az a kattant csávó, aki ezt az egész helyet csinálta, meg aki az egész életét feltette arra, hogy harcoljon a démonbaba ellen. És megkérdezte tőlünk, hogy mégis mit csináltunk, ugyanis brutálisan rossz dolgot, nem kellett volna kinyitnunk azt a portált. Hát mindenhova fel volt címkézve, hogy ne nyisd ki, mi pedig mit csináltunk, kinyitottuk. De hát ezt szerette volna tőlünk a játék. De most akkor kinyitottuk azt az univerzumot, ahol rengeteg démonbaba van. És most a démonbabák még jobban meg fogják szállni a mi dimenziónkat. Hát ki tudja, hogy még mik lesznek itt, de az biztos, hogy itt írja nekünk a végén, hogy ez még nem a vége. Rengeteg újdonság lesz még itt, és folytatódni fog a történetünk, de akkor is, hogy kajakra meghalt Nyuti. Általában a játékoknak nem szokott szomorú befejezés lenni, de hát ennek most nagyon is szomorú volt. De én tényleg bízok abban, hogy majd a folytatásban valahogy újjá fogjuk tudni éleszteni, kicseréljük az aksiát, kicseréljük a lábát, és akkor újra így fog nekünk integetni boldogan, és ismételten együtt fogunk küzdeni a gonosz ellen. Ráadásul megtudhattuk azt is, hogy az a maszk miért hiányzott a helyéről. Hát azért, mivel az alkotón volt, aki ezt a helyet alkotta, meg aki az egész életét annak szentelte, hogy megállítsa a démonbabát, mi pedig az életének a munkáját most pár pillanat alatt tönkretettük teljesen, és kinyitottuk azt a dimenziót, tudjátok, de miért volt ott?
Hát rettentő kíváncsi vagyok, hogy még mik lesznek itt, biztos vagyok benne, hogy durva dolgok. Na de ennyi is lett volna ez a Black Cat-es update-ünknek a végigjátszása. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, rettentően élveztem, nagyon remélem, hogy ti is. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra. Ott van minden lent a leírásban az új csatornámmal, illetve a főcsatornámmal együtt, rájuk is iratkozzatok fel. Hogyha pedig még esetleg valaki nem nyomta volna be a csengőt, akkor kérlek tegye meg, ugyanis akkor elvileg értesülni fog a legeslegújabb gameplayeimről. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!